A művészet Antal Szilárdot már gyermekkora óta vonzotta. A zenében, az irodalomban, a képzőművészetben, a médiában mindig a kreativitás vezényelte. A mindennapi munkáját hivatásként éli meg. Az ember a nap 24 órájában valójában az, amit választott, amivel választott, hogy foglalkozzon. Szóval, amíg ébren van, ő rendez, színpadon, kamera előtt, az életben, ha meg alszik, akkor pedig az álmait rendezi valami módon. Úgyhogy ez valójában egy olyan varázslatot tevékenység, melyben állandóan benne van az ember. Az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára szerint a vajdasági magyarok szerbiai továbbtanulásának fontos akadálya a magyar nyelvű felső oktatási szakok hiánya, ezért szükséges a többségi nyelv ismerete, de létfontosságú az anyanyelv ápolása is. Egyik legfontosabb kérdés a nyelvhasználatnak a problémája, és ezt kellene megoldani. Itt gondolok ebben az esetben nem csak azokra a hallgatókra, akiknek a többségi nyelv nem megy jól, akik csak az anyanyelvükön tudnak, hanem itt azokra is kell gondolni, akiknek az anyanyelvük a magyar, de nem tudnak jól magyarul. Szóval ilyen párhuzamos aktivitást kell itt végezni. Antal Szilárd a Magyar Összefogás listáján indul az októberi nemzeti tanácsi választásokon. Ő a 11. helyet foglalja el a jelöltek között.